most egy olyan konytárcát szeretnék bemutatni, ami patka nélküli, tehát a padlósíktól lefelé lejt, sávos összefolyóval, 120x20-as lapokkal lesz leburkolva, és ennek a menetét szeretném bemutatni. Mielőtt bárki megijedne, le van szigetelve neki az alja, ez kompletten kapott egy dekő szigetelést. Azért így lett megcsinálva, mert a sávos összefolyó az olyan kialakítású, hogy a fogadó rész az a padlósíkba lett beépítve, van rajta gallér, ez G betűs és Ederittel folytatódik a márka név, nem szeretném reklámozni, vagyis hát ez nem reklám, és akkor ezt úgy lehetett megoldani, hogy a lejtés is meg legyen, szigetelés is meg legyen, hogy ugye akkor először a lett szigetelve telibe a dohánytárca, megkapta a felületelési tűzszalagokat körbe, és ugye kétszeri szigetelés, és utána pedig be lett állítva a sávos összefolyó, és meg lett csinálva a lejtés. A lejtés az nem betonnal lett elkészítve, mivel ugye a száraz betont sem lehet 2 centi alatt húzni, mert nem is neki tartása, ezért vannak olyan anyagok, amikkel ezt, olyan betonjavító anyagok, amikkel ezt meg lehet csinálni, illetve vannak olyan felületképző anyagok, akár zsákos anyagok, akár pedig előre elkészített lemezek, építő lemezek, amikkel ezeket meg lehet csinálni. Én építő lemezt azt mozaiknál szoktam használni, arra nagyon jó. Tehát le van szigetelve, meg van csinálva neki a lejtése. A szépség az egésznek az hogy ugye itt kap egy üvegfalat, ez itt egy üvegfal, viszont hogy a lejtés az meglegyen az egész fürdőben, ezért az egész fürdőt ki kellett egyenlíteni, hogy ha esetleg, ne adj Isten, valami probléma történni, akkor ne kifele folyjon a víz, mint ahogy a lejtés az kifele volt. Ezért ugye erre meg lett lejtetve, ami azt jelentette, hogy nagyjából jött nullától 2,5 centiméterig kellett elmenni, és szintén ezzel az anyaggal lett megcsinálva. Ugye önterülő az a kérdőjétővel nem lett lejtést képezni, mert az tovább.